kivetted a zöldet? Halál, komolyan kivetted az egyetlen zöldet? Lehet, hogy ki kellett volna venni a liláim helyett. Nem viccelsz, ugye? És mégis mit kéne csinálnom? Nem tudom. Tinder? Nagyon szép. Készen állsz a következőre? Szerintem te kell... Júlia, még mindig fiatalabb vagy? Én úgy érzem. Én is. Jó, akkor viszont kezdjél. Jó, tehát... Legalja. Lila a Joker. Lila a Joker. Innen csak egy egyet tudsz kivenni, ki. Így van. Tehát kivetsz egy színt, és ahhoz egy Jokert, igen. Ez a... Lehet, hogy inkább most sárgázom. A sárga meg a zöld a legszimpibb nekem, nem tudom miért. Kiviszom a maradékot. Jó, akkor én... Mármint te. Mármint én. Jó, de magadra gondolsz az alapján? Kiviszed azt a sárga. Ja. Én meg... Kiviszem... Ezt a sárját. Akkor én viszont kiveszem ezeket, írok 3 mínusz pontot, 4-et. Hát kivettem a 2 kéket a Jokerrel, és az 1-est, úgyhogy írok 4 mínusz pontot. Akkor... Nem, én a fehér vagyok még mindig. Kérlek, ne írj velem még egy pontot. Magammal írtam a mínusznál, aggódjál, Júlia. Jó. Én? Kezd el berakosgatni a fantasztikus szerzeményeidet. Mindenképp ide teszem, mert ez 3. Én csak most így ott van egyedül. Uh-huh. A kérdés az, hogy ugye ezek Jokerek, zöldet meg sárgát akarok rakni. Legyen-e az, hogy a sárgát berakom ide a 3-at, és a zöldet meg berakom... Egy 4-esnek. Hát annak nem olyan sok értelme van, vagy mindegy egyelőre. Nem tudom. Jó, legyen az 4-es. A sárga meg 3-as. 3 egész pont. 1, 2, 3. Nem írtál annyit, mint amennyit én mínuszban. Én ide berakom ezt a 2-est, szerintem, és ide meg berakom ezt a 3-ast, és ide meg beírom ezt a 2-est, és ide meg a Jokerekkel. Várjál, mi a következő? Zöld, akkor mindegy. Ide meg berakom ezt a 3-ost. És leírtam a mínuszpontjaimat, és visszakapom azt a 4 pontot, ami leszopatott az imént. És most én kezdek, ugye? Uh-huh. Hát ez nagyon jó. Hát ez nagyon szuper. Nagyon szuper, mert ki tudom venni ezt a 2 sárgát ezzel a Jolly Jokerrel. No! I'm so sorry, Bunny. I'm so sorry. Ezzel szemben Julia fogja magát és kiveszi az 1 sárgát a Jokerrel. Az elég jónak tűnik. Szükségem van. Tényleg az a jó, hogy annyiféle taktikát lehet követni, mert csinálhatod azt, hogy egy szint akarsz összegyűjteni, csinálhatod azt, hogy mindenből összegyűjtöd a
kettes, hármas, négyest. Aha. Csináltad azt, hogy kis köröket csinálsz, és akkor... És akkor egybe egyet gyűjtesz. Aha. Nagyon, nagyon, tényleg nagyon sok taktika van, és nekem ez sokkal jobban tetszik a izében. A hogy hívják? Leírok mínusz 4 pontot. Én is leírtam mínusz 4 pontot. Jaj, de jó. Ez? Én jövök. Mi tetszik sokkal jobban? Ez a játék az Azulhoz képest abban az aspektusában, hogy több a taktika. Tehát... Nem tudom, azért ott is kicsit más, de szerintem... Nem, hát főleg azért, mert hogy van befolyásod, tehát hogy valamivel tudod manipulálni a csempéket. Mert hogy bezárod ezt, és kivehetsz kettőt, ami effektív kell, mert... Igen, az jó. Tehát ezek azért elég faszák. Ezek azért elég fasz a cuccok. Annak nem örülök. Van még ott egy... Mind a kettőt szeretted volna? Igen. Ez a szomorú igazság, Júlia, hogy mind a kettőt kifejezetten szerettem volna. Igen, az a helyzet, hogy most annyira nem jártunk jól ugye azzal, hogy ebben a körben a zöld a Joker, mert egyetlen egy volt csak benne. Kettő. Kettő. Ja. De nem rossz. És ilyenkor az ember már így készül, hogy akkor a... Jó, hogyan is néz ez ki? Meg érdemes-e bezárni ezeket a belsőket? Vagy csak így kényszerből érdemes bezárni a belsőket? Te kivetted azt. Én azt kivettem azt. Kivesz azt. Biztos? Nem jobb a másik sokkal? Nem jobb? Sokkal a másik, a kettes. Hmm. Akkor mindegy. Jó. Ezt visszarakom, leírtam az előbb. Jó. Kezdem? Kezdem. Én berakom ezt. Ez kettő pont. Egy, kettő. Aztán utána a Jokerrel berakom ezt. Ez... Még kettő pont. Ez kuka. És aztán itt marad a narancssárgám és a három pirosom. A pirosat, az berakom ide, az még kettő pont. És a két narancssárgát pedig bebankolom. Jó. Én a két sárgámból ezt ide berakom ide az egyiket. Kettő pont. Számold magadnak, mert megint meg fognak gyanúsítani. Most a zöld volt a Joker. De... A zöldet szerintem inkább berakom ide, az egyeshez. Ez még egy pont. Haj. Uh-huh. Most cicom? Igen. A lilát berakom ide a hármashoz, mert... Miért ne? A baba, velem lépünk. Ja. Mentél kettőt. Kettő, három, eddig négy. Négyet. És ja. Én itt álltam, mindegy. Nem tudom. És akkor narancssárgából berakom a kettest, az még két pont. És kékből berakom a kettest, az még egy pont. Jó. És most te fogsz kezdeni. Nem tudom, hogy hol álltam. Mi azért jó, mert akkor ezt most így kivehetem. Mit akarod kivenni? Azt kiveheted minden probléma nélkül. De, várjál, én itt nem választottam kettőt. Úgyhogy én két narancsárgát kivennék. Nyilván két narancsárgát választottam valami Joker miatt. Koncentrálj! Akkor ezt veszem ki inkább. Azt vetted ki? Uh-huh. Egyelőre, aztán majd meglátjuk. Én kiveszem ezeket.
Azt hogy vetted ki? Ja? Azt hittem, hogy a zöld. Bocsánat, kérek elnézést. Akkor mit vettél ki a zöldet? Jó, és akkor vidd a Jokert. De... Ja, mert ott két Joker volt? Nem, így volt. Így. És akkor ezekben mennek középre. És én jövök, ugye? Gondolkozás. Jó. Jó. És most én kezdek, ugye? Előbb is te kezdtél. Akkor kezdje. Jó. Ezt ide berakom, ez 3. Zöldet berakom a 3-ashoz. Az 2, és választhatok 2-t. De igen, szeretnék ezzel várni egy picit, ha lehetséges olyan. A pirosat berakom a 2-eshez mindenképp. Az 1. És akkor most az van, hogy van... Leléptel az 1-et? Igen. Hogy vagy ugye a két Jokert felhasználom ide egy 4-esnek. Az lesz, mert oda nem rakhatok, ide nem rakhatok. Igen, ez lesz. Ez berakod oda a 2-esnek. 4-esnek. 4-esnek. Ez jó, és még 2-t választhatok. Uh-huh. Hát akkor legyen sárga. A következő Jokerünk. Na! Az a baj, hogy nekem túl sok Jokerem van most. Túl sok Joker. A középső résszel az a helyzet, hogy... Az... Berakhatok, bocsánat, tehát, hogy ide berakhatok mondjuk egy zöldet, és aztán, vagy egy kéket, és a másik kéket felhasználtam egy Jokerrel idebe? Vagy egy színből egy körben csak egyet rakhatsz be? Igen. Ja. Tehát a középső részt csak azért nem használjuk, mert az nem ad annyira sokat, de hogy használhatnánk egyébként. Tehát ha mondjuk arra mész rá, hogy minden 2-es meglegyen, akkor nyilván azt bent is kell figyelned. Meg ha azt akarod, hogy körbeveszel egy ilyet, az is tök jó, viszont többet ér, ha egy ilyet veszel körbe, vagy egy ablakot például. Egy Jokerrel beraktam ide egyet, az 3 pont. Aztán 2, 4, 5. Ez így 4. Így 2, 4, 6. Ezt így nem tudom rakni. Ez 3 pont. Számolod? 3 pont. Ez 1, 2, 3. Aztán a zöldből ide be tudok rakni egyet, vagy nem, a zöldből be tudok rakni ide egy 2-est a másik Jokerrel, és ide be tudok próbálni egy 4-est, még 2 pontért. Ennyi. Az 3, 6, 8. Ez már a harmadik kör volt? Aha. Most jön a sárga kör. Mondom, a sárga kör. Mondom, a sárga kör. I'm sorry. Julia, what the fuck? Az a baj, hogy én azt érzem, hogy a játék savaborsa az az, ha sikerül ezeket bezárni. És akkor azokkal a pluszpontokkal tudsz majd operálni később.
nem tudom, hogy rosszabbul haladunk, vagy jobban haladunk, vagy... Nem már! Ezt bezárom bele, Júlia. Istenem. És mínusz kettő. Megint. Te számoltál az előbb, ugye? Nem tudom. Igen, akkor számolj most én. Nincs jokerem, ez megnehezíti. Csináljuk azt, hogy ezt ide rakom. Ezzel ezt bezártam, az két pont. Ez egy, kettő, és ezt bezártam, úgyhogy kérek majd kettőt. Meglátjuk. Azt levontam ügyesen. Ez 5. Ez 5, amit ide fogok berakni. Így. És két sárgát szeretném kérni. Bocsánat, egy sárgát, meg egy pirosat. Köszönöm. A pirosat berakom ide, az 3 pont. Az 1, 2, 3. A ezt berakom ide a jokerre, az 3. A 4-et azt berakom ide, az 1. A narancssárgát pedig berakom ide, az még 1. Jó. Én ezzel szemben. A zöldet berakom ide a ketteshez egy darab jokerrel. Az 5, 2, 3, 4. Ezért én választhatok kettőt. Igen. Ami sárga lesz. Igen. Így. És így a sárgát berakom ide a négyeshez. 1, 2, 3, 4 volt. 2, 3, 4. Kéket berakom az egyeshez, ami két pont. Egy, kettő. És választhatok két színt. Zöldet fogok, kilepődök meg ezen. Gondolom senki. A lilát berakom az egyeshez, az egy pont. És ugye ezt elrakom félre. És ugye most annyi problémám van, hogy ezt ugye nem tudom berakni. Vagy ezt most tudom, hogy ide rakok egyet, és ezt kidobom? Igen, mínusz egyen. Igen. Tehát akkor az, nem, 3 ponton csak egy. Vagy berakhatom ide. Igen. Hogy állok kettesekkel? Innen hiányzik még egy. Ennek is esetleg összegyűlhetne, amúgy minden másra nem áll a kettet, így hogy ezt ide rakom be, és még egy van. Így. Azt a leborult szivar végét neki, édes lányom. Hmm.
micsoda egy fogyatékos vagy te, Dávid, atya úristen. Miért? Hát, nagyon kevés szint kell itt egyébként fejben tartani. De az sem megy. Tehát, hogy ez most úgy néz ki, hogy sehogy nem jön ki jól. Mindegy, bazd meg, kicsi füst. Mármint, hogy jó barát, szerelmem, életem. Na. Uh-huh. Én? Te? Nem tudom, megkezdjük. Jó, én akkor a zöldet, mivel van 5 darab zöldem és egy jokerrel, berakom a 6-oshoz, mert az a tutibb. Az pedig 1, 2, 3, 4, 5 pont. Az 1, 2, 3, 4, 5 pont. A lilát berakom. Ketteshez, az 4 pont. És maradt 2 darab kékem, ami igazából Joker, viszont nem maradt több színem. Úgyhogy egy dolgot tudok csinálni. Most nem tudom árakni a következőkörre, ugye? Be tudod blokkolni őket. Nem? Tehát, hogy ha nem raktál még be kéket, nem raktam. És ott van 2, akkor azokat elrakhatod. Berakhatod. Tehát, hogy azokat ellokkolhatod, hogyha gondolod. Igen. Én jövök. Én ezt a 4-et, ezt beraknám ide. Vagy. Azt még ne rak ki, mert hogyha kirakod, akkor én tudom, hogy mit tudok majd gyűjteni a következő körben. Igen. És hogy én kezdek, az nagy-nagy előny. Kezdjük azzal, hogy ide berakom ezt a 3-ast. Ez relatíve biztos. Az 5. Az 1, 2, 3, 4, 5. Amikor szod ide, amit beraktál. Az vagy nem lesz annyi kék, hogy azt kigyűjtsem. Tehát, hogy nem lesz annyi kék. Nem, ahogy említettem is, szerintem nem lesz annyi kék. A lila 1-est azt be fogom ide rakni, és választani fogok egy valamilyen színt. Várjál. Igen. Kérnék szépen ezért egy lilát. Vagy ilyenkor érdemes inkább belokkolni azért, hogy minél több kék legyen nálam. Hogy minél több. Lehet. Az 1. Tessék? Ja, nem az 5. Hát ez inkább 4. Ez inkább 4, ez 2. Ezt nem hoztad be? Na. De várjál, most meg én lilát raktál? Igen, de ide beraktam egy lilát, és aztán Jokerrel kivettem egy másik lilát. Tehát, hogy ebből kértem egy másik lilát, amit ide raktam. De olyat lehet? Nem. Hát ez nem azt jelenti, hogy kétszer ugyanolyan szint raksz le, és azt elvileg nem lehet? Mindegy. Nem tudom, akkor lépj ezt. Nem, maradjon, hagyjon. Nem tudom, hogy ezt lehet-e. Hát én sem. Nézzük ezt máshogy, mert lehetséges, hogy ezt nem lehet.
Jó, akkor... akkor viszont kérek szépen... narancsárgát. És akkor berakom ide a 4-es, az az 1 pont. Várjál? Berakom az... Mégsem narancsárgát kérhetek. Mit szeretnél? Nem tudom. De, nem egy jó az. Jó, a pirosat kérem, mert ezt beraktad. Én nem raktam be a pirosat. Négy piros van. Jó, szerintem. És a négy pirosat én lokkolni fogom. Oda, így. Négy pirosat én lokkolni fogom, és marad egy jokerem. És a jokerért nem kérhetek lilát. Nem kérhetek narancssárgát. Hát azzal is semmit nem tudsz megkezdeni, értem. Meg kell még egy szín, ami valagazolgál, nem tudom. Nem, innen, itt még kérhet, ja nem, azt megkértem azt a szín. Jó. Nem sikerült. Minusz egy. Jó, kis csalásit érzek. Ez az öt. Tehát kimarko... És mit csináljak? Tudod, mennyi van benne? Ezt majdnem mind ki fogom rakni. Négy jokered van életem. De teljesen mindegy, mert nem tudok annyi szint kivenni. Hát a kéket nagyon simán ki tudod rakni. Hát a kéket simán ki tudom rakni. Hát akkor mi lenne, ha örülnének, hogy be tudsz fejezni egy egész kört? De nekem az kellene, hogy te ne tudjál, és én be tudjak. Inkább örülj annak, amin van. És hadd örüljek én is annak, amin van. Hadd örülj. Baba, azzal a hárommal meg vagy, úgyhogy szerintem rendben leszel. Én nem vagyok meg. Most vagyok meg. Ez is jó, ez úgy nem jó. Az úgy végig nem jó. Mit várjál? Mi van? Abban nekem nem lesz öt baba. Itt semmiből nem lesz semmi nekem már itt. De kékkel, ha belokkoltaddal pont meg van a három. Hát igen, csak rajtam marad két piros. Nem, mert kiszeded még a... Ja, semmi. Hát de... Egy piros marad rajta. Nem, mert ott még valamelyik az enyém lesz. Hát valamelyik a tiéd lesz, de ne felejtkezz el a középső körről. Na, melyiket kéred? Attól. Lát. Jó. Na. Az 4. Az 1, 2, 3, 4. Ez ide egy 3-as. Az 1, 2, 3. Így nézünk ki eddig. Ehhez kell nekem 3, hogy ezt ide berakhassam. Az 5. Az 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. És marad? Mit marad?
két lilád, meg három pirosod, vagy lilát, mert beraktam. Nem, a lilát nem raktam minden. És lehet, hogy ez sajnos nem is így kell. Ja, ennyi. És ez még négy. Az 1, 2, 3, 4. Ja. És így se az egyesem, se a kettesem, se a hármasem. Hát ez most nekem se lesz, de felfejeztem a zöldet, ami 6 pont. Ezek, bocsánat, össze mennek. Kit akarjuk sem? Ezt már leontad. És akkor most az van, hogy berakhatom a kéket. Ide. Ez 3 pont. 2, 3. És csinálhatom azt, hogy berakom ide ezt 3-ba, és akkor választhatok még egyet, aminek rendkívül sok értelme nem lesz. Nem, a 2-3-ad az mindenhol megvan, nem? Nem, itt nincs 3. És ugye itt sincs, tehát hogy nem tudom azt kihozni belőle, még így se, hogyha ezt beraknám az 1-esbe, ezt berakom a 3-asba, és választhatok még egyet, akkor se lesz, tehát hogy 2-1-es, 2-3-as hiányzik. Úgyhogy ilyen szempontból az teljesen mindegy. De ha ezt berakom ide, itt tudok egyet összezárni. De 3 pirosod nincs. És a pirosi dzsók. Ja, a pirosi dzsók. Jó, összezavarodtam. Oké. Okay. Akkor ide be tudok rakni egyet. Az 2 pont. 1-2. És ezt tudom dzsókerelni ide. Az még 2 pont. És még kérhetsz egyet. Tudok egyet kérni, ezt ugye kidobom. És tudok én itt kérdeni. Még kérhettem volna 2-t. Hol? Itt. Meg nem, te ott is. 3-at. 3-at, meg te is. Jó, akkor még kérhetsz 3-at. Én meg akkor most 4-et tudok kérni. Uh-huh. És én kéket fogok kérni. Kértem 4 kéket, ezt ide berakom, az még 2 pont, 1-2, és kérhetek még 2-t. Jó, én kérhetek 3-at. Össze van. 2-t kérhetek csak. Hogy el van ez bosszva? Akkor én még kérek, az egyes meglegyen, ahhoz kell kérnem mondjuk egy narancssárgát. Ez még 3 pont. És egy teljesen mindegy zöldet. Ez még 3 pont. Jó. Én 3-at kérhetek. Igen. De nekem ez teljesen mindegy, mert ezt nyerted. Nem biztos. De. Ott a zöldet nem kérhetsz. Miért? Mert a zöldet már raktál le a körödben. Jó, akkor. Mindent raktál le a körödben, nem? Nem. Kéket raktál, sárgát raktál, és olyan pirosot rakhatsz. De nem pirosot raktam, lilát nem raktam, szerintem. Jó. Én kérhetek talán 3 zöldet. És 3 zöldből várjál. Ez
úgyhogy jó, és akkor kérlek még egyet. Ja, de az... Az a baj, teljesen mindegy, tehát, hogy ott egy álbaszolgató közben... De nem, akkor kérje kettőt, mert egyetlen, egy ketteset hiányzik. Ja. És akkor a kettes legalább van. Majdnem mindegy, sajnos. Két narancssárga. Mindegy, jó. Ja, mindegy. Ezt nekem is csak a kett. Ja, nem, mert ide Na nézzük a pontokat! Ez most nem nagyon szoros, mert még én kapok egy pontot. Az egyes is megvan, csak visszalaktam az öletet, de most a polilából. Az egyes kettes van meg nekem. Jó, az 12. Igen. Az 73. Meg 18. Meg 18, az nagyon sok. Nekem a kettes van csak meg, vagy a sincs. De a kettes megvan, meg plusz 15. Úgyhogy sokkal kevesebb. Szép munka ez volt nagyon, életem. Amúgy ez nagyon összeadódik a végén. Nagyon. Hát, tényleg, ha ezeket a kis karikákat be tudod csukni, ha csak nem csaltunk valamivel. Nem tudom, hogy csaltunk-e. Akkor az tök sokat számít. Meg jobb, érdemes jobban figyelni erre is. Csak ha annyira koncentrálunk arra, hogy meglegyen egy kör, akkor így hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy ha ezek a kicsik összejönnek mind, az is tök sok pont. Hát olyan, hogy az azulnál is, hogy így figyelsz az oszlopokra, vagy inkább rámész, tudod, a színekre. Igen, mert csak hogy értsétek, hogyha összejön egy ilyen, az mondjuk a zöldnél 18 pont, a kéknél 15 pont. Ezt nem tudom, mi alapján. Hát én sem. Viszont, hogyha minden hármasod megvan, az 12 pont. Tehát kb. Ugyanaz. Ha minden négyesed megvan, az 16 pont. Az ja, többet csak ér, ugye ez... mint hogyha megvan egy karika. Hát többet ér, de akkor érez igazán sokat, hogyha be van zárva a karika, és összegyűjtötted ezeket. Tehát, hogy az 1-2-3-at azért relatíve egyszerű összegyűjteni. Hát te látod, hogy nem, mert nem sikerült most se. Hát nem beszopott a játék, meg a feleségem. Hát jó, de... csak azt mondom, hogy koncentrálhatsz arra is te, hogy ezek legyenek meg. Szerintem a játék lényeg az, hogy nem egy dologra koncentrálsz, hanem próbálod mindegyiket ugyanúgy balanszolni. Hát ez a jó benne, igen, hogy... Nagyon sok ilyen taktika van, és nagyon sok. Részben rajtad, részben a szerencsém múlik, hogy most melyiket tudod. De nagy rész rajtad, tehát hogy nekem ez a játék a jobban tetszik abból a szempontból, mint az eredeti azból, hogy van kihatásod rá. Tehát az, hogy tudsz kérni, yeah. Az meg tudsz lokkolni a következő körre. Nekem az a kékre az egyetlen esélyem az volt, hogy belokkolok négy jokert, amiből egyébként meg lett volna a kettőt kérek dolog. De mivel, hogy tudtam, hogy nincsen benne kék, mert nálad is lokkolva volt kettő, és aztán kipakoltál magadnak nyolc zöldet, hogy matematikai esélyem se legyen megakadályozni téged. Mert lehetséges, hogy ez így a jobb, mert hogyha most kiveszem előle a zöldeket, akkor tényleg lehet, hogy elhagy, ugye? Az lehetséges, hogy ez nem esett volna. Jó, úgyhogy a családi béke érdekében szerintem ez így volt talán. De nyilván, hogy az elején eldöntött, hogy én ezt akarom összegyűjteni, akkor biztos, hogy sikerülni fog egy ilyen. Csak lehet, hogy közben annyira elterülődik a figyelmed más dolgokról, hogy aztán nem lesz annyira jó. Meg ez tipikusan az a játék, ahol így nem dönthetsz az első körben, hanem így folyamatosan alakulnia kell a taktikának, mert teljesen mindegy, hogy mi van, hogyha nem adja azt, amit te szeretnél, akkor muszáj taktikát váltani. Nem. De szerintem ez parádés volt. Uh-huh. Élvezted? Igen. Megnyertél? Nem, csak azért. Vacsorázzunk? Jó. Éhes vagyok. Én is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat. És ha tetszik a játék, akkor ne felejtsétek el, hogy egy kis kedvezménnyel tudjátok megvásárolni. Sőt, 15% kedvezménnyel tudjátok ezt most megvásárolni. A Game Clubban, a leírásban megtaláljátok a linket, illetve a kuponkódot is, amit használni kell majd a vásárlásnál. Ha szeretnétek akciót, megvehetitek teljes áron is, csak hülyeség lenne. Hogy tetszett a játék, Baba? Én nagyon szeretem ezt a játékot, és tényleg az előzőhöz képest tök jó, hogy vannak benne ilyen új feature-ök, mert ezzel egy kicsit olyan szabadabb lett a játékélmény, vagy nem is tudom. Több a kontroll. De határozottan ez az egyik kedvenc olyan társasom, amit ketten tudunk játszani, vagy négyen is lehet. Családban, tehát hogy ez ilyen nagyon
nagyon függő, életkor és mindenféle független játék, úgyhogy szeretem. Meg nagyon jól újrajátszható, mert mindig kitalálsz, hogy oké, most ez lesz a taktikám, és aztán a játék felülírja, vagy a másik játékos felülírja, és ezért így nagyon izgi, hogy nem tudod, hogy mi lesz a vége sosem. Sokszor újrajátszható, én veled többet nem játszom. Dehogy nem. Dehogy nem. Meglátjuk. Sziasztok. Ez így a vége? Ez? Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, a GameCube-nak nagyon köszönjük a kedvezményt és a játékot, és hamarosan találkoztok egy újabb videóban Dáviddal. Sziasztok! That's how you say goodbye. Thanks for teaching me YouTube, mom!